Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozata nevében. És Solymosi Tari Emőke vagyok, a tagozat vezetője, és bemutatom önöknek, ott hátul van kedves akadémikus társam, Súlyok Miklós, művészettörténész. Ő az, aki ezt a sorozatot most már évek óta szerkeszti, ő ennek a felelőse. És előre is szeretnék elnézést kérni azért, hogy ma valami olyasmi fog történni, ami soha a sorozat során nem történt meg, nevezetesen az, hogy az időpontváltozás miatt Súlyok Miklós is, és én is el kell, hogy menjünk. De akkor még valakit bemutatok, és a művészetelméleti tagozatból egy másik kedves akadémikus társam, a Tóth Klára filmesztételt, tehát ő fogja ma képviselni a tagozatot, a művészetelméleti tagozatot, úgyhogy majd remélem, hogy Klára abban is segít, hogy itt a végén, amikor önöknek lehetőségük lesz kérdéseket feltenni, hozzászólni a valószínűleg nagyon izgalmas beszélgetéshez, akkor ez hát megfelelő módon történjen. Ahogy azok, akik gyakran járnak a keddi kaleidoszkópra, nagyon jól tudják, a mi pódium beszélgetés sorozatunknak az a célja, hogy bepillantást nyújtson bizonyos műhely titkokba, és lehetőleg az aktualitásokra, az éppen készülő művekre, vagy éppen készülő kutatásokra irányítsa rá a figyelmet. És akkor ez az a pillanat, hogy nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai vendégünket, Jankú Laurát. Azt hiszem, hogy talán, nem ellenőriztem, de talán a legfiatalabb vendégünk a keddi kaleidoszkóp sorozatban. Jankú Laura író, költő, néprajzkutató, és számunkra különösen izgalmas személyiség, ugye a művészetelméleti tagozat számára, hiszen egy olyan valaki, aki egyszerre művész is, és tudós is, doktori fokozatot, PhD fokozatot is szerzett néprajzból. És hát persze az is nagyon izgalmassá teszi a személyiségét, hogy ő Moldvából jött, moldvai születésű, moldvai katolikus magyar. Most beszélgettünk éppen arról, hogy nem szeretik ott többen ezt a csángó kifejezést, hanem inkább azt szeretik, hogyha ottani katolikus magyarnak nevezzük őket. Úgyhogy hát remélhetőleg nagyon sok érdekességet fog a kedves közönség hallani. Jankú Laura szépirodalmi, illetve kutatói, tudományos tevékenységéről, egyébként József Attila díjas íróköltőről van szó. A beszélgető társa Halmai Tamás lesz, aki költő és irodalmár, és akinek külön nagyon szépen köszönöm azt, hogy Pécsről utazott föl Budapestre azért, hogy ezt a beszélgetést itt levezesse a kérésünkre. Ennyit szerettem volna elmondani, még talán az fontos lehet önöknek, hiszen néprajzkutatóról van szó, vagy részben néprajzkutatóról, hogy a következő alkalma a keddi kaleidoszkópnak március 13-án kedden, ugyanígy este 6 órakor lesz, és akkor Andrásfalvi Bertalan a néprajzkutatás egyik legnagyobb alakja fog mesélni az életéről és munkájáról. Szép estét kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hála Istennek ilyen szép számban összegyűlt közönséget, akik alig, hanem egytől egyig velem együtt azért érkeztünk ma ide, hogy egy kis sétát tegyünk Jankú Laura alkotói világában és alkotói műhelyében. Ez a kis expedíció annál is inkább indokolt, mint hogy a fiatal középnemzedék egyik legjelentősebb és nem mellékesen egyik legszeretetre méltóbb alakjáról van szó. Talán nem látszik elsőre, de az a törékeny lény itt mellettem igen fajsúlyos életművet jegyez már is. Csak dióhéjban, vagy kókuszdióhéjban néhány mondatban hadd utaljak arra, hogy Laurának 6 verses kötete jelent meg eddig. Az első 2004-ben még egy határon túli kiadó gondozásában. Ezt követte a Párcsángó szó című verses kötetet követte időrendben a Karmaiból kihullajt, a Névtelen nap, a Kinek a semmi a mindene,
a mi kabátot cserél Isten, és tavaly az Éjszaka a gyermek című verses kötet. Költői pályát az utóbbi években szépen kiegészítette, párhuzamosan kísérte Laurának egy másik művészi területen történő kibontakozása. Prózakötetekre és drámai kötetére gondolok. Az Élet fogytiglan című munkája levélformájú kisesszéket, vallomásos jegyzeteket tartalmazott, Szeretföld címmel novellafüzérként is olvasható kisregényt adott közre, amely háborúról és más démonokról értekezett költői nyelven, valamint legutóbb 2013-ban Petrás Ince Jánosról egy majdhogy nem monográfia értékű drámai szöveget publikált Laura. És hát nem hallgathatjuk el, bevezetőben is szó esett róla, hogy aki mellettem ül nem csak költő, nem csak szépíró, hanem tudós ember is, aki néprajzkutatóként számos dolgozatot jegyez, illetve gyűjtések kiadásában is aktívan közreműködött. Tudom, hogy ez a beszélgetés, egyáltalán ez a beszélgetés sorozata jelen kérdéseire és válaszaira szokott összpontosítani, de azt feltételezem, hogy Laura alkotói jelenét is jobban megértjük, hogyha segítségét kérjük abban, hogy néhány mondatban földerítse számunkra az ő irodalmi életének a forrásvidékét, melyek voltak az első meghatározó, inspiráló olvasmányélmények. Emlékszel-e arra, hogy mikor, miért kezdtél el írni? Voltak olyan hatások, esetleg mesterek már pályát korai szakaszában, akik, amelyek hát ösztönözték pályakezdésedet? Köszönöm szépen a megtisztelő bemutatást, és köszönöm szépen a kedves vendégeknek a jelenlétet. Az irodalommal természetesen nem a hétköznapokban, hanem az iskolában találkoztam. Iskolai tananyag volt, nagyon sokáig nem is volt a kedvenc tantárgyam az irodalom, talán sose. A zeneiskolába jártam, ott a hangszer és a zene dominált, tehát valahogy az irodalmat nagyon későn fedeztem föl. És tehát, hogy időben is és térben is, tehát egészen Budapestig kellett érkezni az embernek, meg 18-19 évesnek lennie ahhoz, hogy érettségivel is rendelkezve felfedezze az irodalmat. Kicsit olyan ez, mint ugyanez a történet lejátszódott a vallás terén is, de hát gondolom erről majd külön fogunk beszélgetni, hogy az embernek el kellett hagyni a vallását, hogy Isten nyomdokaiba eredjen, vagy hogy felfedezze az Istent. Tehát, hogy Budapesten kezdtem el, nem tudom én, tehát Budapesten találkoztam a szép irodalommal, úgy, mint nem egy iskolai tananyaggal, vagy mint egy tanulandó, olvasandó feladattal. És az, hogy ez a találkozás, ilyen párbeszéd, írásból lefolytatott párbeszédé alakult, talán már az elején, az azt hiszem, hogy az azért történhetett meg, mert az ember egy nagy magányba vagy magányosságba találta magát. Éppen, hogy beágyazódtam egy csíkszeredai közösségbe, egy csíkszeredai 6 évbe, és már ki is kellett szakadni onnan, és akkor itt volt egy hatalmas nagy város. Élveztem azt, hogy idegen vagyok az idegenek között, de volt egy bizarr és egy félelmetes magány, és így utólag visszagondolva látom magamot, hogy gyakorlatilag a könyvtárba éltem, és antológiákat olvastam, és
próbáltam megérteni azt, hogy mi történik velem azáltal, hogy olyan verseket és olyan szép irodalmat olvastam, ami arról szól, ami velem történik. Ugye? A szerelem, a haza, a szülőföld, a hit, a magány. Tehát azt hiszem, hogy a közösség helyére lépett, vagy a személyes emberi kapcsolatok helyére léptek a könyvek és a szép irodalom, és valami miatt, hát ahogy említettem, én így elkezdtem akkor nagyon népszerű 100 forintos boltokba vásárolni ezeket a kockás matematika füzeteket, és valahogy egyből elkezdtem írni 97-be. Ferences Istvánnál kötött ki ez a néhány éven keresztül születő kockás füzetcsomag, és akkor ő szerkesztett egy kötetet ezekből a korai megnyilatkozásokból. Nem tudom, hogy itt tarthatok egy szünetet. Bármikor tartasz. Közbevetőleg, mint egy közbevetőleg. Vagy hogy válaszoltam a kérdésre. Igen. Arra a részére talán nem, hogy voltak esetleg, vagy vannak esetleg olyan élő kortárs klasszikusaink, vagy régebbi múltból klasszikus mesterek, akikre valóban mesteretként tekintesz, vagy akik Ferences Istvánon kívül a személyes jelenlétükkel, támogatásukkal, erkölcsi és szakmai támogatásukkal egyengedték a pályádat, biztattak az írásra. Igen, akkor két részre választom a történetet. Az egyik az, hogy alapvetően tényleg antológiákat, meg témákat szeretek olvasni, amióta jelen van az életemben ez a dolog, de voltak valóban korszakai az életemnek, amikor egy-egy szerzőre voltam rákattanva, és az első Pilinszky volt, akinél nagyon sokáig, nagyon sok időt eltöltöttem vele. Azt hiszem, hogy az első 2-3 kötetemet teljes mértékben ő inspirálta, vagy utána volt egy Hervai Gizella korszak, és az utolsó korszak, vagy hát szóval, akit nem, akivel nem tudok betelni, és akinek a könyvét mindig leveszem a polcról, amikor úgy érzem, hogy szeretnék, vagy kellene, vagy jó volna verset írni, az Csóri Sándor, és ő egy-két éve Csóri mániába szenvedek, de egyszerűen nem tudom megunni. A másik fele a dolognak az, hogy Ferences Istvánnak nem csak ezt a figyelmet és ezt az indítást köszönhetem, hanem azt is, hogy egyik pesti tartózkodás alkalmával bemutatott engem Bella Istvánnak, Nagy Gáspárnak és Szakolcai Lajosnak, az Írószövetség akkor még létező éttermében, és akkor azt mondta ennek a három nagyszerű embernek, hogy úgy vigyázzatok erre a lányra, hogyha baja esik, akkor és akkor itt valami férfias jelzőkkel, vagy nem tudom, már valami nem ideillő szavakkal megfenyegette őket, tehát hogy így a bizalmukba és a figyelmükbe, pártfogásukba ajánlott, és tényleg Nagy Gáspár, amíg élt, addig élvezhettem azt, hogy figyel rám, terelget, vagy ajánl, vagy hát idézőjelben gondviselőm, úgy, hogy személyes kapcsolatban nem voltam vele, csak tudom, hogy nagyon sok szálat mozgatott a háttérbe. És aztán, akit még feltétlenül meg kell említenem, az Olá János, aki az első pillanattól fogva elképesztő bizalommal volt irányomban, és
vállalta a kockázatot azzal, hogy kiadja a könyveimet. Úgyhogy tulajdonképpen nem volt kikövezve az út előttem, de valahogy nagyon szépen megoldotta a gondviselés ezt az utat. Tehát, hogy tulajdonképpen semmi dolgom nem volt, csak írni, hallgatni a visszajelzésekre, megfogadni a tanácsokat. A többit azt megoldották mások. Hát azt hiszem, hogy nagyon a munka része, a szenvedés része az nem a helyemnek a keresésébe és a szervező munkába volt, hanem belül azt hiszem, hogy belül kellett minden csatát lejátszani, nem kívül. Mai éneddel hogy érzed? Otthonra találtál a magyarországi magyar irodalomban? Esztétikai vagy kanonikus értelemben is gondolom, meg intézményi, praktikus vetületben is. Mennyire érzed jól magad, mennyire érzed magad otthon a kulturális mindennapokban? Mennyire szeret szerepelni például? Lehet, hogy hihetetlen, de nem szeretek szerepelni egyáltalán, de hát ez annyira vele jár, hogy nem lehet nem szerepelni időnként. Azt én nem tudom, hogy hol van a helyem, és van-e helyem. Én nagyon őszintén mondom, tényleg arra próbálok csak figyelni egyedül, hogy egy időnkívüliségben, egy térenkívüliségben a magam magyarságával, hitével, tehát hogy ezeket a földi dolgokat, vagy idézőjelben konkrét dolgokat, amik az embert alkotják, de mégiscsak egy ilyen időn és téren, vagy kívül, vagy fölül valami, tehát valami olyasminek akarna az ember megfelelni, ami nem a mának szól. Miközben tisztában vagyok azzal, hogy mi ma a divat, vagy a jó, a rossz, a szép, a ütős, tehát azért úgy, hát lehet, hogy túloztam, amikor azt mondtam, hogy tisztában vagyok, de azért odafigyelek erre is, tehát próbálom felmérni azt, hogy mi számít ma jónak, de az ember valami e fölöttinek szeretne megfelelni, ami egy nagy kockázat, és aminek nem lehet nevet adni most, de semmi esetre nem akar kimerülni abba, ami ma a jó, hanem abba, ami az örök jó. Hinni kell abba, hogy van ilyen. Legalábbis én hiszek, és csak így tudok működni. Valószínűleg a hit is kell ahhoz, hogy legyen, vagy még jobban van attól, hogy hiszel benne. De csak közben oktondiskodtam. Nem tudom. Tehát, hogy mindenképp most reflektálnak az emberre, vagy a munkákra, és mindenképpen most lehet ítéletet mondani, de az ember esélyt ad annak, hogy marad valami, ami nem kimeríthető ma. Azt hiszem egyébként, hogy kilógok a sorból minden tekintetben. Én eléggé egyoldalúnak látom magamat, eléggé egyhangúnak, nem igazán tudok megújulni sem tematikában, sem formában, bár azt hiszem, hogy próbálkozom, de úgy igazából nem tudom,
van-e helyem is, hogy hol van a helyem, nem tudom. Tehát én látom valamilyennek magam, de azt nem tudom, hogy a nagy egészben hol van a helyem. Következő kérdésem, azt hiszem, hogy folytatja a gondolatmenetedet, Laura. Hogy is mondjam, nyilvános életünkben és privát szféránkban mindannyian több szerepet, több funkciót elegyítünk magunkban, ezekből a minőségekből áll össze az, amit önazonosságnak szoktunk nevezni. Laura, a te esetedben az annyival talán összetettebb kérdés lehet, hogy nem csak arról van szó, hogy egyszerre vagy művész, tudós, hivatalnok, édesanya, feleség, de magadban hordozod a boldvai magyar származásodat is, miközben itt most már budapesti értelmiségiként éled az életedet. Ide közbevetőleg két mondatot, két művetből hadd idézzek. Az Életfogytiglan című kötetetben írod: Isten polgárai vagyunk, kormányunk a gondviselés. Petrás Ince János pedig a hasonló című kötetben azt mondja: Moldvában enyéim között, Magyarországon pedig a hazámban vagyok. A kérdésem pedig az, hogy ez a nagyon bonyolult személyes identitás, amelyet azt hiszem a mindennapokban is nagyon elmélyülten, nagyon tudatosan szoktál megélni, ez hogyan segít abban, vagy hogyan képez akadályokat a tekintetben, hogy a mindennapokban időt találj, energiát, elmélyülésre való szabadidőt találj az íráshoz, az alkotáshoz, a kutatáshoz. Hogyan kell elképzelnünk, Laura, mindennapjaidat? Milyen beosztással, milyen fegyelmezettséggel lehet ilyen élethelyzetben, ilyen összetett viszonyrendszer közepette alkotni egyáltalán? És milyen módon, hogyan, mikor? Jegyzetfüzetbe, számítógépbe, telefonba? Könyvtári cédulára. Hát az van, hogy ugye az embernek vannak állapotbeli kötelezettségei. És akkor azokat így tehát mint a robot, vagy mint a nem tudom én, a gépek, azokat ugye az ember bekapcsolja saját magát, és akkor egyszerre 5 dolgot csinál. Tehát a háztartás az egy nagyon utálatos dolog, de az anélkül nincs háttérország. Tehát azt hiszem, hogy minden kötet más életkörülmények közepette leleztem éppen, vagy voltam éppen, amikor egy-egy kötet anyaga megszületett. Ezért nagyon nehéz általánosságban mondani bármit is arról, hogy mikor talál az ember lehetőséget az alkotásra, vagy az írásra, mert egyiket könyvtárba élve írtam, a másikat nem tudom én terhesség alatt, a harmadikot babakocsitologatás közben, és akkor tényleg IKEA-s ceruzával, és nem tudom én, a templomi hirdetés cédulákra jegyzetelve föl szavakat, amiket ki se tudtam utána olvasni, vagy nem tudom. Az Éjszaka a gyermek című legutolsó kötetet, az gyakorlatilag éjszaka írtam. Méghozzá úgy, hogy Bercike az nagyjából óránként fölkelt, és akkor 10 percet, negyed órát hát szoptatni kellett, visszaaltatni, és akkor kínomba. Igen, tehát hogyha az ember elkezd imádkozni, akkor hát hogy ne örüljön bele a fáradtságba, valamivel le kell kötni az agysejteket. Akkor visszaaludtam, és az a babára nézve kockázatos, hogyha ráesek, ezért elkezdtem agyalni verseken, és akkor ha volt energiám, oda volt készítve cédula, ha volt energiám, akkor följegyeztem valamit, ha nem, akkor másnap, amire emlékeztem. Tehát
ez az utolsó kötet, ez tényleg így nagyjából ilyen körülmények között született az elmúlt másfél évben. Egyébként meg próbálok arányosan gazdálkodni az időmmel. Ugye van a munkahelyem, ahol szeretnék minden szempontból megfelelni, és minden munkaköri kötelezettséget maximálisan elvégezni, tehát az az első. Ez egy ilyen szerződés, tehát a művészet az egy olyan lelki szükséglet, ami nincs papírra fektetve, de legalább akkora a felelősségtudat, vagy akkora kényszer, vagy nem tudom micsoda mozgat, csak az belül van, meg igen, tehát az nincs papírra fektetve, de pontosan ugyanolyan súlyú, és ugyanolyan erőszakos, vagy ugyanolyan, tehát úgy igényli önmagát ugyanúgy, és akkor öröm van akkor, amikor sikerül időt csipegetni a költészetre, vagy a háztartás kárára, vagy a gyerekekkel szembeni türelmetlenkedés árán, vagy elhessegetve őket. Nem tudom, hogy hogyan sikerül, de időnként sikerül. A néprajzkutatói munkák pedig ott egy kicsit azért könnyebb, mert ugyan ihletettség, meg lelki ráhangoltság, meg koncentráció ugyanúgy szükséges, de ott van tárgyi anyag, amit lehet gyúrni, tehát ott vannak idézőjelben tények, adatok, az ember megtanulta a szakmai részét a kutatásnak, és az úgy, tehát van segédlet az ember kezében. Az irodalmi alkotásba hiába adott a nyelv, és hiába adott az érzelmi anyag, hiába adott a löket, vagy nem tudom én, az 5 perc, vagy a negyed óra. Nem biztos, hogy mindig sikerül verset írni, hiába adottak a külső-belső körülmények, de nagyon szeretem ezeket a üres 5 perceket, vagy 5 órákat is, amiket sikerül versírás próba, vagy kísérlet címen eltölteni. Tehát azok nekem az is vers, amikor nem lesz szöveg belőle. Ez valami miatt úgy kell, vagy nem tudom. Tehát lehet, hogy luxus, de azt hiszem, hogy valami extatikus dolog, amiért egyáltalán nem sajnálom, hogy a fenébe eltöltöttem 3 órát, és nem sikerült a papírra semmit rávetíteni. Hát ami az identitást illeti, az valóban egy nagyon bonyolult dolog, és én meg se nyitnám nagyon ezt a témát, mert vagy hát azzal rendezném le, hogy én egy kicsit tabusítottam ezt a kérdést. Örülök, hogy leterhelt, túlterhelt, fáradt vagyok, és nem kell ezekkel a kérdésekkel foglalkoznom, mert néha az ember megrémül, hogy akkor most mi van. Hol vagyok, hova tartozom. Borzasztó nehéz látni, hogy nyilván engem is mindig másnak látnak. Nagyon szépen szokták mondani, hogy elvirágoztál, Laura. Ez azt jelenti, hogy megöregettem. Tehát nagyon szép jelzőkkel illetnek engem is. Tehát a változás rajtam is, az én életemben is, az én külsőmön is végbe megy, de a faluban is rettenetes, a szülőfalumban is rettenetes nagy változások vannak, és az ember hiába megy haza, meg hiába az a szülőföldje, nem megy haza, és nem a szülőföldjére megy haza. Tehát annyira az a 11 év lett a szülőföldem, amit ott töltöttem, és az a 11 év meg itt van velem, vagy itt van bennem.
hogy ezeket tényleg az ember azt hiszem, hogy ha nem akar teljesen bekattanni, vagy meghűlni, vagy elveszni, vagy nem tudom, akkor jobb, hogyha nem tudom én, lefogyasztja ezt a témát, és rábízza a jó Istenre, hogy ha nem muszáj, akkor maradjon ott a jégládába, és valahogy teljenek a napok, haladjunk, menjünk tovább. Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Egy közelmúltbeli interjúban Viski András nyilatkozta a következőt. Számomra a vers, egyáltalán az írás sokkal közelebb áll a lelki gyakorlathoz, mint az irodalom termeléshez. Azért idéztem ezt a mondatot, mert azt sejtem, hogy Laura, te is nagyon hasonlóképpen gondolkodsz a saját irodalmi gyakorlatodról, elképzeléseidről, hiteidről. Ha valaki neked szegezni a kérdést, mondjuk most én, hogy van-e arsz poétikád, meg szoktad-e magadban fogalmazni, hogy pontosan miért írsz, és tudod-e, hogy kinek, kiknek írsz? Gondolsz-e írás közben az olvasóra? Tartod-e a kapcsolatot az olvasóiddal? Hát most már illene, azt hiszem. Tehát volt egy időszak, amikor annyira befele figyeltem, és annyira nem akartam érthető lenni, annyira jó volt rejtőzni, befejezetlennek lenni, csonkának, pontatlannak, még akár rossznak is. Valahogy nem tudtam, hogy minek kell megfelelni, vagy hol van kész a vers, vagy mikor van kész a vers. És aztán nem tudom, minek a hatására elkezdtem egy kicsit úgy is verset írni, hogy számítottam arra, hogy ezt valaki el fogja olvasni. Nem törődöm túlságosan sokat az olvasóval, mert nem ismerem az olvasót. Amit szem előtt tartok, az, hogy az a valami, amit érzek, vagy sejtek, vagy az a félelem, vagy nem tudom, hogy éppen mi a tárgya a versnek, hogy annak a valaminek a hozzá legközelebb álló, vagy a neki legjobban megfelelő szövegtestet próbáljon meg megalkotni, vagy ráruházni. Tehát ilyesminek próbálok megfelelni, tehát valami megfelelési cél, vagy kényszer, vagy szándék van az emberben, csak nem feltétlenül tudom, hogy mi az, de van egy érzék, amivel szoktam azt érezni, hogy így, idáig. És hát nyilván ez, tehát az önmagam határait bejárom, és akkor ettől vagyok én. Valahogy tehát az érthetőség oltárán nem akarom feláldozni a titkot. Valahogy, hála Istennek, a tudományban ezt nem lehet játszani, mert lehet, hogy a munkahelyem elvesztésével játszanék, de a művészetben meg lehet azt engedni, hogy az ember nem mond ki dolgokat, csak felmutat, vagy nem tudom. Tehát, hogy itt nagyobb bűrt lehet hagyni az ismeretlennek a művészetben. És hát az az igazság, hogy azért ír az ember folyamatosan, mert tulajdonképpen nem találja, vagy nem találta meg, vagy nem találta el azt, ami keresi őt. Tehát, hogy valahogy ez minden vers egy találkozás, vagy egy kísérlet egy találkozásra, de ez egy véget nem érő valami. Tehát, hogyha sikerülne, nem tudom én, megfogni, vagy megragadni, akkor lehet, hogy
az a történet végét is jelenteni. Van, amikor egy szöveg születik meg, és akkor az abban nem biztos, hogy van olyan különleges tartalom, lehet, hogy csak egy, nem tudom én, van például a Fénykép anyámmal című 4 soros vers, az számomra egy szöveg. És van, amikor egy gondolatot akarok megfogalmazni, vagy egy üzenetet, vagy egy érzést, és akkor ahhoz megint más útja van a vers keletkezésének. Tehát valaminek mindenképp meg akarok felelni, de az nem biztos, hogy az az olvasó. Azt hiszem, hogy a saját határaim maximális kitágítása az, amikor azt mondom, hogy megtettem, amit megtehettem a dolog érdekében. Érintettük már a beszélgetés eddigi részében, de ez azt hiszem köztudomású is rólad, Laura, hogy a hit, az Istennel való foglalatosság milyen fontos, sőt lényegi szerepet játszik a művészetedben. Ebből a szempontból mennyire érzed, hát ha innen nézem, akkor társtalannak, ha onnan, akkor egyedinek, eredetinek a költészetedet. Ezt azért kérdem, és itt zárójelben próbálom megmagyarázni a kérdést, mert a kortárs magyar költészetben szerencsére szép számmal alkotnak olyan jelentős lírikusok, akik szakrális kérdésekkel foglalkoznak, keresztény vagy más hitvilágok dilemmáit viszik színre versnyelvi eszközökkel, Cigány György, Kalász Márton, Kis Anna, például ilyen jeles alkotók, vagy újabban Dobai Lili, Hegedűs Gyöngyi, de egyikőjükre sem érvényes az, ami Laurára igen, hogy ha jól érzékelem, akkor a verseid magukkal hozták hát a saját eredetüket a moldvai magyar hitvilágnak a szaktudományos terminusokkal, középkorias, archaikus, szinkretista karakterét, amelyben, ahogy tudósok köztük te is szoktad írni, népi hiedelmek, mágiák, babonák is elvegyülnek. Egyetlen mondatot megint hadd idézzek tőled az Élet fogy Tiglan című kötetedből. Azért igazán szegény Moldva, mert egyedül istene van neki. Aztán a költészeted egyik mottójaként is el tudnám képzelni, de rövidre zárva a kérdést, hogy érzed, hogy ebből a szempontból a verseidben megjelenő hit dilemmák szempontjából mennyire találsz párbeszéd lehetőségére más költői művekkel? Igen, azt hiszem, hogy tényleg nagyon karakteres ez a vonulata az én költészetemnek, ha szabad ezt a nagy szót használni, bocsánat, költészetem. Tehát, hogy a versvilágomnak egy nagyon-nagyon erős vonulata, vagy tematikája. Nem tudom, hogy miért. Biztos, hogy egyszerűen az ember nem talált megnyugtató választ, ám bár kapott neveltetést, és kapott útravalót és iránymutatást arra nézve, hogy miért születtünk a Földre, és mi a célunk, és mi a kifutása ennek az életnek, vagy mi volna az ajánlott kifutás. Tehát, hogy annak ellenére is, hogy az ember beleszületett egy kész világképbe, ami vagy aki tényleg elkíséri az embert a bölcsőtől a koporsóig, és ez egy nagyon szép kerek világ. Ennek ellenére én a személyes életemben keresek egy személyre szabott Istent. Tehát, hogy azzal, hogy az ember kiszakadt ebből a világból, megismert más világokat,
nem is biztos, hogy más világokat, hanem mondjuk Nietzsche-t olvasott meg, megtalálkozott az ateizmussal, mint jelenséggel és mint fogalommal. Tehát ezek nekem olyan töréseket hoztak a hitemben és a vallásosságomban, amik nagyon sok energiát és nagyon sok időt elvittek az életemből, hogy mihez kezdjek ezekkel a dolgokkal. Tehát ami megtörtént a katolikus egyházban az elmúlt mondjuk 1000 évben, az végbe ment az én életemben, kicsiben, vagy a személyes hitemben. Pusztán azzal, hogy megismertem a katolicizmus egy másik arcát, vagy magát a teológiát. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ilyen formában, hogy ennyire erős legyen ez a téma a versvilágban, én nem tudom, hogy van-e még ilyen szerző, kortárs szerző, illetve a hang nem, vagy a szándék az megint, vagy ha másban nem, akkor a hang nemben mindenképp különbözök, mert általában az istenes versek arról szoktak szólni, hogy hát ilyen zsoltárszerű hála, köszönet, dicséret, dicsőítés, semmi esetre nem, vagy hát szóval, hogy valahogy illemtelen ennyire faggatni, lázadni, rángatni Istent, amilyen módon én játszom vele, és fáradhatatlanul, és ráadásul kitaláltam ezt az Este a faluban című típust, vagy nem tudom én, versvariánst, ami folyamatosan születik, most már nem tudom én a 10 vagy a 20-at írom, és ott tényleg idézőjelben Isten elé viszem a moldvai népi katolicizmust, és fölhívom rá a figyelmét, hogy tessék szemlélni, és válaszolni erre és erre a kérdésre. Ez nem játék, de hogy valahogy otthon felejtettem azt a beletörődést, azt a bizalmat Istenbe, amivel a népi vallásosságban élő ember viszonyul, vagy amivel viszonyul Istenhez. Elhoztam csak azt a nyersanyagot és azt a sorsokat, de a bizalom és a beletörődés, vagy a megnyugvás az nem társul hozzá, inkább igen, tehát szóra bírni azt, akinek az a természete, hogy hallgat. Tehát ez egy rossz út, de valamiképpen még nem tudtam lelépni róla. De azt hiszem, hogy előbb-utóbb az lesz a vége, hogy az ember lelép, hogy visszafordul ebből a zsákutcából előbb-utóbb. Biztos vagyok benne. Fontos a hit, mert tulajdonképpen a néprajzkutatásban is és a művészetben is ez az egy érdekel. Minden fronton azt keresem. Kérdezted, hogy arszpoetikám van-e, ugyak a költészettel vagy az irodalommal úgy nincs, de úgy az életre nézve igen, tehát hogy szeretném hinni azt, hogy valamiért lettem, és beteljesítem azt, amiért lennem adatott, és az arszpoetikám ezután kezdődik, és egy kicsivel többet, tehát hogy egy kicsivel többet, nem, tehát hogy
a művészetbe is, és a tudományba is, és úgy általában az életbe. És hát azt hiszem, hogy Lászlófi Csabánál olvastam azt, hogy az első és egyetlen ars poetikám az volt, hogy nem gondolni a halálra, és valamiképpen ezt annyira magaménak érzem én is, hogy igazából nagyon ritkán élek, és hiába vagyok 39 éves, sokkal több évet és időt töltöttem el a halállal, mint az élettel. Tehát, hogy valamiképpen igen, így állok én. Költészeted olvasójaként magamban kilépő pontoknak szoktam nevezni azokat a szöveghelyeket az írásaidban, amelyek azt a hatást keltik, minthogyha távoli hitrendszerek, idegen kultúrák, egzotikus kereszténységen túli világok és világképek ajánlatait vennék fontolóra. Hadd hozzak két példát. Az egyik egy mondat az Élet fogytiglamból. A jóra és a rosszra nem emlékszem vissza. Azóta tudom, hogy van fölöttük, van bennük egy harmadik, a szent. Szerintem az a mondat, amely keleti elképzeléseknek azzal a válfajával kerül rokonságba, amelyek azt mondják, hogy a kettősséget, a dualitást érdemes meghaladni egy egységtudat irányában. Ez nyilván a keresztény hitvilágban is megjelenő gondolat, csak más formában. A másik, szintén csak egy tetszőleges példa, az egyik verses kötetetnek az a címe, hogy kinek a semmi a mindene. Ezt én kifejezetten keletiesen paradoxszerű, zenkoanok paradoxikus voltára emlékeztető címnek érzem. A kérdésem tehát az, hogy van-e minden ezen szöveghelyek mögött szerzői tudatosság, vagy itt egyszerűen arról lehet szó, hogy misztikus, szakrális utakon, módokon a hívő, gondolkodó ember előbb-utóbb elérkezik oda a reflexióiban is, ahová mások is elérkeznek a maguk világából. Van-e valamilyen aktív viszonyod a kereszténységen kívüli hitvilágokkal, lelkivilágokkal, lelkiségekkel? Nem. Abszolút a mondatodnak a második része az, ami van. Tehát, hogy kapcsolatom meg kötődésem más vallásokhoz, vagy vallási ideológiákhoz nincsen. Inkább a kereszténységen belül keresek érdekességeket. A jezsuita szemlélődést szeretem. Tehát a jezsuitáktól szeretek tanulni, őket szeretem olvasni. És egyébként pedig tényleg az van, hogy az ember látja azt, vagy hát látni véli, hogy van igazság, ugye megboldogult és általam nagyra becsült Domokos Péter tanár úr mondta egyszer azt, hogy van igaza. Valamit meséltem neki, és akkor mondta, hogy hát van igaza. És ez azt jelenti, hogy van igaza, nem az, hogy igaza van, hanem hogy van igaza. Tehát van igazság abban, amit mond, vagy van igaza néha neki is. Tehát, hogy lehet valami jó, szép, stb. És De ez mindig pillanatnyi, meg mindig az éppen képességeink, figyelmünk, stb. Által nagyon is lehatárolt módja annak, ahogyan látjuk a dolgokat, és nem magukat a dolgokat látjuk, és akkor az ember mindig nyitva tartja azt, vagy van egyfajta szkepticizmus, hogy valami van, valami ennek látom,
látta, ez az én szemem, tehát úgy nem maga. És mindig lehet jobb, mindig lehet szebb, mindig lehet több. Nem tudom, hogy a szent esetében vannak-e fokozatok. Ott azt hiszem, hogy nincsen. Valami vagy szent, vagy nem az. És ezért az tényleg valamiképpen egy csúcs, amihez az ember vonzódik, és amihez az ember méri magát. De hogy mi a szent, az megint csak egy nagy-nagy kérdés. Az ember őszinte pillanataiban, vagy kegyelmi pillanataiban azért, ha akarja, akkor megérti, hogy mi a szent. És utána már csak kibújni lehet, vagy követni. Tehát azért azt hiszem, hogy tényleg nem hagyott magunkra az Isten teljesen, azért valamiképpen elérhető, hogyha akarunk vele találkozni. Ha közelebb hajolunk a költészetedhez, és a verseidnek a nyelvi poétikai állagát, ennek a nyelvi poétikai állagnak a finomabb részleteit vesszük szemügyre, akkor egy szerintem nagyon érdekes kettősségre csodálkozhatunk rá, hogy tudnélik, egyfelől a verseidnek és a prózáidnak is a nyelvisége nagyon-nagyon sok módon őrzi és elevenen tartja a saját eredetét. Azt tudnélik, hogy itt moldvai magyar anyanyelv válik költészetté, válik szép prózává. Nagyon szép ízes, archaikus fordulatok sokaságával lehet találkozni ezekben az írásokban. Másfelől viszont, ez nagyon érdekes sajátosságuk a verseinek, hogy alaktanukban, verstanukban, strukturális szerkezeti megformáltságukban nemigen mutatnak kapcsolódást a többek közt általad is tanulmányozott költészeti folklórral, a népdalok világával, pedig elszórtan vannak jelzések a költészetedben arra, hogy a tehetségedből, a képességeidből bőven futná arra, hogy e felé is tájékozódj. Egyetlen példát hadd olvassak föl, ez rövid lesz, viszont cserében nagyon szép. Az a cím a versnek, hogy Angyal. Téli csendet hoz a szél, kiürített hajnalt. Vasárnap, ha eljönnél, láthatnád az angyalt. Három napja etetem, kásás hóval, faggyal, éjszakára befedem, liliomos rongyal. Felsír, mint ki idegen, retteg, hogy megszeretem. Ha jól látom, akkor ezek két ütemű, hetes és hatos sorok. De tökéletes ütemhangsúlyos magyaros verselés vonul végig nem ezen a versen. Róla. De úgy általában a költészetedre mégiscsak a szabadságkereső szabad verselés a jellemző, a kötetlenebb formák, az egyéni módon mindig sajátságos egyéni módon megformálódó versszerkezet. E mögött van-e tudatos költői szándék, vagy ki tudja? Igen, azt mondanám először, hogy amikor Lakatos Demeter valamikor az 50-es években megjelent Kolozsváron, és vitte a verseit, akkor azt mondták neki, ma is élő költők, szerkesztők, hogy felejts el ezeket a magyar verseket, írjon csángó verset, és akkor érdekes lesz, mert ilyen magyar verset mindenki tud írni, meg... Tehát gyakorlatilag csángó költőt csináltak belőle, csúnya szóval fogalmazva, és nem biztos, hogy ártottak vele, de minden esetre az én magánvéleményem az, hogy Lakatos Demeter nem tudta megvalósítani azt, ami benne volt. Éppen azért, mert megmaradt a csángó nyelvjárásban a tanácsukra. Duma István András nagyon érdekes
megoldásokat talált ki, vagy nagyon érdekes verseket ír. Nem tudom, hogy régi magyar szavak gyűjteménye, vagy vers, vagy én, tehát hogy ott megint csak egy sajátossággal van dolgunk, és akkor beszélni kell arról, hogy az milyen értelembe költészhet. Előttem is adva volt a feladat és az útkereszteződés, hogy mihez kezdjek ezzel a dologgal, hogy egyrészt nem hiába próbálkoztam vele, nem sikerült teljes mértékben irodalmiasítani a nyelvemet, a hétköznapi nyelvemet se, vagy a nyelvhasználatot. Tehát nem csak ez miatt, hanem úgy tényleg az ember, mint a bőrét magába hordja ezt a nyelvjárást, és hogy akkor valamit azért talán kellene vele kezdeni, és akkor mit. És verset sose próbáltam úgy írni, hogy az magán viselje a nyelvjárás akár metaforáit, vagy képiségét, vagy tehát ilyen népköltészeti jellegű versírás sose jutott eszembe. Viszont a prózában azt gondolom, hogy valamiféleképpen teret kell adni, méghozzá azért, mert annyira szépnek és értékesnek és költőinek találom a nyelvjárásunkat, hogy azt muszáj legalább a könyvtárok könyvespolcai számára megörökíteni, hogyha ebből nagyon ütős és nagyon világra szóló, sikeres irodalom nem is lesz, de hogy valamiképpen ne a cintaromba, tehát hogy mielőtt nyelvhalál következne be, szóval ne halljon meg minden, csak azért sem. Persze a könyvtár is feléghet, de az ember mégiscsak azzal a tudattal él, hogy valamit tett azért, hogy a halál ellen dolgozzon. És akkor a prózában van ilyen törekvés, hogy nem népieskedve, de ahol úgy érzem, hogy értékes, vagy nem sok egy külső, vagy egy magyar olvasó számára, azt úgy hitem és reményem szerint megajándékozom ilyen szépségekkel. A kérdésed második fele mi is volt? A nyelvjárás volt a másik, meg mi is volt? Hát az alaktanra és a szabad vers. Igen, igen. Azzal pedig az a helyzet, hogy ugye én nem vagyok szakmabeli, tehát néprajzosként is néprajzkutató vagyok, és nem tudós, tehát ez ilyen nagyjából 80 fölötti tudós professzoroknak, akadémikusoknak föntartott titulus, úgyhogy ez a tudósi megnevezés, ez így nem álljon meg a helyét rám nézve, de hogy a művészetben is laikus vagyok, vagy a műalkotások terén is laikus vagyok, és volt egy kísérletezés, egy próbálkozás, egy kérés irányomban, hogy tanuljam meg a verstant. Volt, aki azt mondta, hogy végezzem el a magyar nyelv és irodalom szakot. Könyveket kaptam egész komoly mennyiségben, hogy tanulmányozzam, hogy ezt nem én találtam ki, meg nem kell nekem kitalálni azt, ami megvan, hogy valahogy épüljek be ebbe a rendszerbe. Tiszteljem a hagyományt, és hogy alkossak kötött verseket is. Én megpróbáltam eleget tenni ennek a
kérésnek, de nem éreztem úgy, hogy azok jobbak, vagy többek azáltal, hogy ezt a formát viselik magukon egyrészt, másrészt meg élveztem azt a szabadságot, hogy miután nekem nem ez a kenyérkereső munkám, vagy hát szóval nem meg tehát, hogy valami másnak akartam megfelelni, inkább arra voltam, tehát, hogy igen. Az ember, azt hiszem mindannyian úgy vagyunk vele, hogy érezzük azt, hogy valami erőltetett, és az nem az enyém, az nem az én utam. És én ezt annyira határozottan éreztem a érdekes, hogy csak a vers kapcsán merült föl ez az igény, a prózáimmal kapcsolatosan senki semmiféle kifogást nem tett eddig, legalábbis nem jutott el hozzám. Tehát, hogy éreztem, hogy jól esik, hogy jót akarnak nekem, de nem megy. Tehát, hogy nem láttam sem értelmét, meg az egész ilyen favágó munka volt, hogy azon gondolkodom, hogy most mi a megfelelő szó, meg rím, meg számolgattam, meg tiktakoztam, tehát, hogy semmi élvezetem, meg lelki gyakorlatom, meg nem tudom, hogy fogalmazott Viski, hogy semmiféle olyasmit nem nyújtott, mint amit nyújtani szokott egyébként a versírás, amikor kötött forma. Tehát nem az én utam. Nem biztos, hogy könnyebb formát és alakot és tartalmat és nyelvet találni, de nekem mégiscsak ez az utam. Egy belső ritmus, tehát az a táj, ahol az ember mozog, amikor verset ír, az semmi esetre nem egy matematikai képlettel leírt, miközben tudom, hogy az a zseni, aki arra is képes egy időben. Tehát teljesen tisztában vagyok azzal, hogy ők a költők, ők a nagyok, természetesen. Én abszolút egy mezei gaz vagyok, tehát én teljesen a pálya szélén vagyok, de azt hiszem, hogy így teljesítem azt, ami adatot nekem, vagy nem tudom. Szerintem sokféle költő van, meg sokféle költészet, meg sokféle költői nyelv. Hadd folytassam azzal, hogy azt hiszem, a jelentős művészet szokott megajándékozni azzal a tapasztalattal, hogyha vigasztalanságról beszél is, paradox módon mégis vigaszt nyújt. Ezt azért mondom, Laura, neked nyilván, mert a te költészeted is megajándékozza szerintem az olvasót ezzel a furcsa, kettős, de mégis egyfelé mutató élménnyel. A verseidben visszatérő motívum a tél, a hideg, a magány, az éjszaka, egész költészetedet átjárja az egzisztenciális, sőt, egzisztencialista szorongás létélménye. Viszont az utóbbi esztendőkben, minthogyha, lehet, hogy tévedek, majd kijavítasz, vagy rám pirítasz, minthogyha oldódna ez a zártság, például a már általad is említett Este a faluban című versciklus is. Azt hiszem, hogy abban működik közre, azt a hatást kelti, mintha az epikus tágasság felé a bizalomig nyújtoznának ezek a lírai mozdulatok, így oldják a szorongató zártságot. A másik, ami eszembe jut, a gyermek motívuma. Megint csak úgy vélem, hogy kifejezetten az utóbbi évek fejleménye a költészetedben, hogy ez a nagyon hagyományos, de mégis nagyon erőteljes motívum, toposz, a gyermek,
amely egyszerre foglalja magába a védtelenség puha metafizikáját és az ártatlan újrakezdésnek az ígéretét. Ez a te költészetedben is az ártatlan, a visszanyerhető ártatlanság ígéretét hordozza. Helyesen érzékelem, ha így érzékelem, illetve te hogyan látod, hogy a köteteid, ha egymás után vesszük őket, akkor mutatnak elmozdulásokat, lépegete valamerre fele a költészeted? A beszélgetésünk elején szóltál arról, hogy nem érzed magadban a megújulás lehetőségét. Ezt szeretném vitatni, csak szeretném, hogyha társam lennél ebben a vitatásban. Igen, azt hiszem, hogy nagyon megnyugtató, hogyha tényleg felfedezhető az, hogy vigasztalan vigasz, és hogy bizalom. Igen, azt hiszem, hogy nem tudom, minek köszönhető. Lehet, hogy annak, hogy meguntam már a sok szürke szót, meg a sok telet, meg nem tudom micsodát, és kellett keresnem másik szavakat, és ezek visszahatottak rám. Tehát, hogy valaminek köszönhetően az ember tényleg elfárad ebben a rettegésben, és azt mondja, hogy kisebb fokon rettegek, vagy nem tudom. A megújulásban reménykedem, tehát, hogy mindenképp, ha másért nem, akkor azért, hogy közben rárakódik 2 év, vagy 3 év arra az emberre, aki vagyok. Tehát, ha másért nem, akkor ennyi újdonság mindenképp lesz a következő kötetben, vagy van a következő kötetben. De olyan szempontból magam körül forgok, hogy tehát, hogy sehogy se tud az ember megnyugodni. És valahogy egyáltalán nem izgat az, hogy játékosan írni, vagy tehát, hogy nem kapok elhívást más irányba valami miatt. Valószínűleg azért érzem úgy, hogy nem újulok meg, hogy ezt én nem egy idézőjelben munkának fogom föl az alkotást, hogy akkor ilyet már írtam, most már írjak ilyet, meg tehát ez nem egy tárgy, meg nem... Valami más történik a versírásban, ahol nincs idő, nincs olyan, hogy meg kell haladni, vagy nem tudom, tehát hogy olyan, mint a nap, hogy egyszerre egy forma és egyszerre mindig más. Nem tudom, hogy miért, azért, mert más időszakban született a vers, vagy más lelki állapotban, még hogyha ugyan arról szól is, azért valami mindig más benne. Tehát, hogy a tudományban lehet olyat csinálni, hogy azt mondja a főnököm, hogy írjak egy tanulmányt a Fehér László balladáról, de a versírásban, prózában talán igen, olyat nem tudok csinálni, hogy írok virágot a tulipánról, vagy tehát nem ilyen felhők hozzák a verset, hanem valami más. Tehát rendelésre, munkadarab számra nem íródik nálam vers, tehát hogy teljesen más okkal születnek a versek, és akkor lehet, hogy valami mást értettem meg, és azért írom másodszor is ugyanazt a verset egy kicsit másképp. Talán utolsó kérdésem, megint talán több rétegű lesz egy kicsit, ne haragudj érte, Laura. Decemberben kerek születésnapodat ünnepelhetjük majd. Ilyenkor az emberben megszokott erősödni a számvetésre való hajlam. Vannak-e ilyen gondolataid, hogy eltűnődsz azon,
mi az, amire büszke vagy, mi az, amit máshogy tennél, megbántál a szakmai életedben. És a kapcsolódó kérdés pedig, hogy milyen szakmai terveket dédelgetsz, mint dolgozol most, akár költőként, akár prózaíróként, milyen kutatási kihívások elé nézel? Hát az első, a kérdésed első felére nagyon egyszerű a válasz. Hálás vagyok Istennek mindazért, ami eddig történt, de nagyon elégedetlen vagyok önmagammal. És ez nem szerénytelenség, hanem nem tudom. Tehát, hogy nem vagyok elégedett. Nem tudom, hogy mi hiányzik, de valami hiányzik a dologból, ha visszanézek. A tervek pedig azok remény kategóriák, mert eddig valahogy sose volt időm csak úgy a magam kedvére, vagy lehetőségem csak úgy a magam kedvére írni valamit, akármit. Mindent, most ellentmondok magamnak, mert azt mondtam, hogy rendelésre nem tudok alkotni, de a regényt, a drámát ugyan nem rendelésre, de alkalomra írtam. Tehát jött egy nagy esemény, és azt mindenképp, vagy az előtt mindenképp tisztelegni akartam, vagy valamiféle módon megemlékezni róla, és ezért írtam könyvet, vagy alkottam verset. De egyébként úgy néz ki az életem, hogy megtalálnak a feladatok, a megkeresések, a kérések, és azoknak próbálok eleget tenni. Egész konkrétan az van, hogy nem XY folyóirat vár tőlem verseket, és akkor a meglévők közül küldök. Tehát, hogy a magam örömére, a magam belső kényszeréből adódóan írogatok, és aztán, ha igény van rá, akkor kiadom. Tehát, hogy így konkrét terveim nincsenek, reményem van arra, hogy lesz a továbbiakban is szükség arra, amit én csinálok, és lesz lehetőségem megírni azt, ami esetleg még bennem van. Tehát, hogy ez a keresett-kínálat találkozni fog, és adva lesz még, amíg élő nap van. Tehát így ilyenek az én terveim. Persze vannak terveim, de fölösleges kínozni magam azzal, hogy szeretnék írni egy regényt. Nem fogom tudni beiktatni az életembe pillanatnyilag, csak kínoznám magam vele. De nagyon szépen alakul az élet, mert itt innen érkezik egy megkeresés, hogy valljak az identitásomról, onnan érkezik egy megkeresés, hogy mit jelent számomra, mit tudom én nőnek lenni, vagy anyának lenni, és akkor ezeket az ember megpróbálja azzal az igényességgel írni, mint hogyha egy irodalmi alkotást, tehát azt szeretné, úgy szeretek eleget tenni ezeknek a felkéréseknek, hogy alkotok, tehát nem idézőjelben akármilyen vallomás vagy próza. Tehát, hogy születik folyamatosan, és ezért nem nyugtalankodok, hogy nincs idő külön az alkotásra, mert valahogy mégiscsak az van, hogy születnek dolgok. A néprajzi téren pedig, erről elég kevés szó esett ma este, de nem is baj, ott pedig vannak konkrét munkahelyi feladatok. Most pillanatnyilag a magyar népköltészeti lexikont írjuk, a folklorosztály, és rengeteg szócikket írogatok folyamatosan, mondjuk rengeteg ballada szócikket írtam,
a vallási tárgyú vagy tematikájú szócikkeket, a gyásztól a népi vallásosságig, a sírató, nem tudom én micsoda, tehát ezek általában az én területem. Vannak tehát évkönyvbe kell tanulmányt írni, konferenciákon, tehát ott van egy éves munkaterv, amit teljesíteni kell, azon felül pedig az embernek vannak kedvenc témái, amiket nagyon sokáig hordoz magába, keres hozzá anyagot, irogat, elmélkedik felettük. Most például épp konkrétan Hit és kételj a népi vallásosságban, ez volna a címe, az alcíme pedig hogyan hisz a paraszt, ilyen magyarázó cím, vagy nem tudom, tehát hogy ezt a tanulmányt írom most éppen, de ezer egyéb is van még, tehát hogy így nagyon el vagyok látva és temetve minden jóval, ezek mind jó dolgok.